A területi RMDSZ elnök szerint alaposan meg kell vizsgálni a polgármester jelölt indításának a kérdését Gyergyószentmiklóson. Módosították a gyermeknevelési támogatás szabályozó törvényt, amely sok kedvező változást léptet életbe július 1-től. Első alkalommal tartottak szociális munkásnapot Gyergyószentmiklóson, ahol a szakemberek adták át tapasztalataikat szakmabelieknek. Köszöntöm nézőinket, híreinket látják, ha tehetik, tartsanak velünk. Összefogásra és a város fejlesztésére van szüksége a gyergyószentmiklósi lakosoknak. Az RMDSZ-nek kötelessége ezt figyelembe venni, amikor az önkormányzati választásokkal kapcsolatos stratégiájáról dönt, nyilatkozta Bende Sándor, a Gyergyó területi RMDSZ elnöke, aki kihangsúlyozta, alaposan meg kell vizsgálni a polgármester jelölt indításának a kérdését és figyelembe venni, hogy a város lakóinak elege van a politikai vitákból. Nem írt egyet az önkormányzati választások kapcsán a területi és a helyi RMDSZ. Bende Sándor területi elnök kitart a napokban a sajtóban nyilvánosságra hozott álláspontja mellett, miszerint partnerséget kellene kialakítani a véleménye szerint egyedüli esélyes jelölttel és egy erős tanácsosi listát állítani olyan emberekből, akik számára Gyergyószentmiklós valós problémái jelentik a prioritást. Én még mindig azon gondolom, azt képzelem el, és úgy gondolom, hogy van józanészna még a szervezetben, és belátják, hogy esélytelenek vagyunk a polgármesteri tisztség elnyerésére. Ilyen körülmények között kár előre menni, kár harcolni, kár háborúzni, mert ez nem visz jóra. Esélyünk van, és esélyt látok abban, hogy egy komoly csapatot az önkormányzati testületbe bevigyünk. Inkább azon kellene gondolkozni, és az erőinket arra kellene irányítsuk, hogy ezt a listát minél jobban alkossuk meg, minél figyelmesebben, figyelve az emberek hangjára, a gyergyószentmiklósiak hangjára, ugyanis én legalábbis úgy érzem, annak ellenére, hogy elmondták, hogy városon kívüli vagyok, de 8 esztendője annyi közöm van a városhoz, hogy már talán egy-egy dolgot jobban látok, mint a gyergyószentmiklósiak. Összefogásra és fejlődésre van szüksége ennek a városnak. Az RMDSZ-t politikáját, a jelöltállítások terén ez a két fontos üzenet, ez a két fontos cél kellene, hogy vezényelje, félre kellene tenni a személyes ambíciókat. Nekem ebben a történetben személyes ambícióm nincsen, hisz én nem jelölthetem magam Gyergyószentmiklóson semmilyen tisztségbe, viszont az nekem rosszul esik, hogy Gyergyószentmiklóson tartózkodásom alkalmával rosszak az utak, drága a fűtés, vízcsatorna, olyan, amilyen, és még tudnám sorolni a gondokat, ami elsődleges kellene, hogy legyen, amikor választási kampányba indulunk. Fáj nekem az, amikor hévízi román emberek elmondják, hogy az én magyarjaimnak a városán alig lehet átdöcögni. Ilyenkor szégyellem magam, és dűborít el, hogy tényleg igazuk van, képtelenek vagyunk. Ezt sajnos csak összefogással, cirkusszal nem lehet megoldani. Úgy gondolom, hogy a 2016-2020-as periódus, ez egy nagyon fontos periódus lesz minden település életében, hiszen a 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési periódus vége fele járunk, amit Románia sajnos még el sem kezdett, és a jó román szokás szerint úgy tudom, hogy majd a vége fele begyorsulnak a dolgok. Most képzelj el, amikor lesznek kiírások, lesznek lehetőségek pályázni, és a Gyergyószentmiklósi önkormányzat azzal tölti az idejét, hogy veszekedik, civakodik, és nem halad semmire, újból elmegy mellettünk egy vonat, és lemaradunk. Én úgy gondolom, hogy találunk még annyi bölcsességet a helyi szervezetben, hogy belátja, és meg fogják lépni, előbb-utóbb meg fogják lépni a szükséges
lépéseket ahhoz, hogy ez az egyesség, ez a normális városvezetés összejöjjön, amit én elképzelek. A területi elnök szerint elhamarkodottan mutatták be Bajkó Lászlót az RMDS Gyergyószent Miklósi polgármester jelöltjeként, de továbbra is bízik abban, hogy rendeződik a kialakult helyzet. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit ott csúszott el a dolog, amikor elhamarkodottan bejelentették, hogy Bajkó László a helyi RMDS nevesítetje a polgármesteri tisztségre, és azért mondom elhamarkodottan, mert ha jól tudom, akkor április 5-én lenne a kiértékelő és a rangsoló gyűlésük, és ezt március 20-a körül bejelenteni, hogy kész, nekik már megvan a jelölt, ez valami kicsit olyan furcsa, tehát esélyt nem adtak senkinek esetleg, hogyha valaki más szeretett volna erre a tisztségre pályázni RMDS-en belül. És itt jött az, ami így egy kicsit nézeteltéréshez vezetett, de bízom abban, hogy ezt ki tudjuk egyeníteni. Bende Sándor területi elnök reméli, hogy a lehető leghamarabb racionális döntést tudnak hozni, lezárják a politikai csatározásokat, a városban megvalósítják az összefogást, a jelöltek végleges listáját és rangsorolását várhatóan április 10-én ismerteti az RMDS Gyergyószent Miklóson. Továbbra sem tevékenykedhet polgármesterként Mezei János. A Hargita megyei törvényszék március 22-én visszavonta Mezei ellen tavaly júniusban megállapított hatósági felügyeletet. Az országos korrupcióellenes hatóság azonban másodszor is fellebbezett, így a Marosvásárhelyi táblabíróság kellett döntsön a kérdésben. Az ítéletet többször is elnapolták, végül tegnap megszületett a jogerős döntés, mely semmisé teszi a Hargita megyei törvényszék korábbi határozatát és fenntartja a bírósági felügyeletet. Továbbra sem töltheti be hivatalát a polgármester, nem hagyhatja el Romániát, nem veheti fel a kapcsolatot a büntetőper tanúival, és időközönként jelentkeznie kell a rendőrségen. A képviselőház tegnap megszavazta a gyermeknevelési támogatás szabályozó törvény módosítását, ami július 1-én lép életbe. Ez a döntés a gyermeket vállaló lakosság szempontjából pozitív, hiszen ezentúl több pénzt kaphatnak a kismamák. A gyermeknevelési támogatás szabályozó törvénymódosítás szerint a kismamáknak ugyanúgy a szülés előtti 12 hónapban szerzett jövedelmük havi átlagának 85%-a jár, mint eddig, de újdonság, hogy a támogatás nem lehet kisebb az országos bruttó minimálbér 85%-ánál. Eszerint gyermeknevelési támogatás legkevesebb 1067 lej lesz, függetlenül attól, hogy a kismama mennyit keresett a szülés előtt. A további fontos részleteket Kerekes Károly, az RMDS Maros megyei parlamenti képviselője ismertette. Függetlenül attól, hogy a szülő egy vagy két év gyereknevelési szabadságot igényel, a járandóság ugyanolyan mértékű, vagyis a kereset 85%-a, nem létezvén más korlátozás. Ha a szülő legalább 60 nappal korábban, mint ahogy a gyermek betölteni a második életévét, visszatér munkahelyére, egy ösztönző járadékot kap, amely azt jelenti, hogy a fizetése mellett a gyereknevelési járandóság minimális összegének felét is megkaphatja, addig, amíg a gyerek betölt a harmadik életévét. A gyereknevelési járandóságot csak akkor függesztik fel, ha a gyereknevelési szabadság ideje alatt otthoni munkán szerzett évi jövedelme az anyának meghaladja a minimális gyereknevelési járadék háromszorosát. A törvénymódosítás továbbá törölte a havi juttatás összegének felső korlátját, ami jelenleg 3400 lej, ez a nagyobb jövedelemmel rendelkezők számára kedvező változás. Egy szállásfoglaló oldal felmérése szerint idén többen döntenek a belföldi utazás mellett, mivel ez olcsóbb és biztonságosabbnak is ítélik. A legnépszerűbb célpontok az erdélyi és bukovinai falvak, a tengerpart és a Dunadelta. A felmérés szerint itthon átlagosan napi 150 lejt költenek a turisták egy-egy kirándulás alkalmával, külföldön viszont ennek többszörösét, mintegy 150 eurót. A felmérésből az is kiderül, a válaszadók többsége nem mond le a külföldi nyaralásról, terrortámadásoktól tartva, de 60%-uk megjegyezte, hogy ezentúl odafigyelnek arra, hogy biztonságos országokba utazzanak. Első alkalommal tartottak szociális munkásnapot Gyergyószent Miklóson a Romániai Szociális Munkások Szakmai Kollégiuma Hargita megyei fiókjának szervezésében. Az eseményre a településen és a környező falvakon tevékenykedő szakmabelieket hívták megbeszélésre, előadásra és műhely gyakorlatokra.
A rendezvény célja szakmai identitás elmélyítése volt. Március 15-e világszerte a szociális munkanapja. Ehhez a naphoz kötődően Gyergyószent Miklóson a Szent István plébánia nagy termébe március 30-án hívta találkozóra a szakmabelieket és a polgármesteri hivatalok szociális referenseit a Romániai Szociális Munkások Kollégiumának Hargita megyei fiók szervezete. Célunk ezzel a rendezvénnyel, hogy elmélyíteni a szakmai identitást, tehát megerősíteni a szakembereket abban, ami ennek az idei rendezvénynek is a mottója, hogy az emberi méltóságnak a tiszteletben tartása, minden ember egyediségének az értékelése. Tehát az lenne a célunk, hogy a szakmai öntudat elmélyüljön, legyen egy a szakemberek közötti összefogás, tehát tudjuk egymást támogatni, segíteni, akár szakmai képzéseket szervezni, hiszen annyira differenciált, hogy ki milyen területen dolgozik. Tehát dolgozunk sérültekkel, fiatalokkal, gyerekekkel, idősekkel, és minden szakembernek szüksége van támaszra. A rendezvény alkalmával a szakmai kollégiumról tartott általános tájékoztatót Formaír Szilárd, a Hargita megyei fiók szervezet elnöke, majd Kis Gabriella doktorandusz a szakmai értékekről és normákról beszélt. Ennek kapcsán egy nemrég készült kutatást is bemutatott a jelenlévőknek. Idősek és fiatalok közötti értékpreferencia különbségnek a felmérése történt 100 személlyel, tehát ilyen véletlenszerű kiválasztással, ami ismét arra ad választ, hogy bizonyos életciklusokban, akár a társadalmi nyomás hatására, milyen változásokon mennek keresztül az idősek és a fiatalok, hogyan változik az értékpreferenciájuk, és ez mit jelent a szakember számára, tehát hogy mennyire kell tudjuk, hogy az adott célcsoporttal hogyan tudunk dolgozni, tehát mi történhet, hogyha csak a jéghegy csúcsát látjuk, és mi van mögötte. Ezt követően az elszegényedett falvakról szóló kutatásjelentést is bemutatták, majd az előadásokhoz kötődően műhelygyakorlatokat tartott Baric Éva és Péter Róbert, az emberi méltóság és egyediség tiszteletben tartása, valamint a személyközi kapcsolatok témában. A szociális munkásnap hozadékaként szakmai képzések szervezését is tervezi a Hargita megyei fiók szervezet a konkrét igényeknek megfelelően, annak érdekében, hogy a jövőben szorosabbra fűzzék a kapcsolatot a szakmabeliekkel. Április 8-áig véleményezhető a 81-es dűlő parcellázási terve, mely a Csiszér egy részét, Gac, Hidegloka, Újhely foglalja magába. A dokumentáció, amely a parcellák elhelyezkedését, adatait és a tulajdonosok nevét egyaránt tartalmazza, megtekinthető a Városháza központi székhelyének ügyfélfogadójában hétköznapokon 8:30 és 3 óra között, szerdánként délután 6:30. Amennyiben valaki azt tapasztalja, hogy a saját parcellájához kapcsolódó adatok eltérnek az általa ismert tényektől, írásban nyújtsanak be módosítási kérelmet az iktatóba, hogy ezt követően a kataszteri iroda illetékesei személyes egyeztetésre hívhassák az adott kérdéskör tisztázására. Átadták tegnap délelőtt a Székely Udvarhelyi Városi Kórház felújított gastroenterológiai részlegét és a szintén moderné varázsolt kardiológiai osztályt. Több százezer lejt költött a fejlesztésre a kórház, Lukács Antal menedzser azt mondta, minden osztályon voltak, illetve lesznek fejlesztések. Egy osztály, illetve egy részleg átadására, bemutatására hívták a sajtó munkatársait a kórházba. Elsőként a gastroenterológiai részlegen vezettek végig, ahol dr. Berec Andrea azt mondta, új nyílászárókat szereltek a régiek helyére, a falakat, a padlót is új köntösbe öltöztették. Mostantól külön helyiségben alakították ki a sterilizálót, a betegek is modern körülmények között várakozhatnak. Az első endoszkópos vizsgálat 1990-ben készült Székely udvarhelyen a kórházban, jelenleg évente 1600-nál is több beteget fogadnak. 2007 óta nem volt felújítva ez a helyiség, most megtörtént ablakajtócsere, új festés, padlózatcsere, mindenképpen nagyon nagy változás. Folyósók, ablakok húztak, télen a betegek órákat kellett várjanak a vizsgálatra, vizsgálat után nagyon rossz körülmények között, tehát hogy ez azért sokat fog változni, ilyen szempontból sokkal civilizáltabb lesz ez a beteg ellátás.
A mai átadás ünnepség részeként bemutatták a szintén nemrég felújított kardiológiai osztályt is. Dr. Kinda Levente főorvos azt mondta, a teljes körű épület felújítást csak azt tudja igazán értékelni, aki látta az ezelőtti állapotokat. Elmondta, az általa vezetett osztály 25 ágyból áll, összesen 3 orvossal és 11 asszisztenssel dolgoznak. Éves szinten 1000 beteget vizsgálnak. Teljes körű felújítást sikerült végrehajtani az igazgatóság segítségével, tehát ez közpénzekből történt, és az egész osztálynak mind a kórtermeket, mind a folyosókat, mind a vizsgálati helyiségeket sikerült teljesen felújítani, újra festeni, nyílászárókat cserélni, padlót, tehát most tényleg úgy néz ki, hogy ki kellene nézni, és reméljük, hogy sikerül is így tartani, hogy sokáig. A felújításból természetesen nem maradt ki az adminisztrációs személyzet által használt alsószint sem. Itt is emberibb mostantól a körülmény. A munkálatok értéke eléri a 400 ezer lejt. Április 3-án vasárnap este 7 órakor Gyergyó remetén lép színpadra a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Táncoljatok, Táncosokat Táncról című műsorával. A produkció rendezője Gábos Endre, alkotói magukat társulat tagjai, akik 2015-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kaptak lehetőséget az önálló alkotásra. Az előadás során gyímesi, nyárád magyarosi, gyergyói, szentbenedeki, szatmári, mérai, buzai és vajdaszentiványi táncokat láthatnak a nézők az együttes táncosainak megfogalmazásában. Második kiadásához érkezett a Gyergyószentmiklósi Klassz Tavasz Fesztivál. A kínálat kibővült, hiszen nem csak koncertekből áll a programsorozat, hanem más művészeti ágak is teret kapnak. Új helyszínek, új zenei stílusok, gyerek, ifjúsági és felnőtteknek szóló koncertek várják a nagy érdeműt. Holnap az Academic Clarinet Quintet hangversenyét követheti figyelemmel a közönség a rendezvénysorozat keretében. 9 eseménnyel 4 helyszínen több mint 50 művész előadását láthatja a közönség az idei Klassz Tavasz Fesztivál keretében. A rendezvénysorozatnak újdonságai is lesznek. Második alkalommal kerül megrendezésre ez a fesztivál, ami közel 2 hónapot fog felölelni. Több különféle koncertet és előadást foglal magába ez a programkínálat, és nem csak egy korosztályt, nem csak a felnőtt korosztályt szólítjuk meg, hanem például a Kolompos együttes zenéjével az ifjúságot és a gyermekeket is törekszünk elérni. Az újdonsága az idei sorozatnak, rendezvény sorozatnak abban áll, hogy nem csak zene, nem csak zenei koncertek vannak a programkínálatban, hanem a Hargita megyei népiskola bemutatója is lesz, egy bemutatkozó előadás, amely során elmesélik, és egy kiállítás keretében bemutatják mindazt a tevékenységet, amit ők folytatnak, és ugyanakkor egy a népiskola tanárai által létrehozott kamarazenekar koncertjét is nyomon követhetjük. A következő előadást április 1-én, azaz holnap láthatja a közönség. Az Academic Clarinet Quintet hangversenyére este 7 órától kerül sor a Művelődési Központ színház termében. Ezt követően rendre közel 2 hónapon keresztül lesznek előadások. A fesztivál keretében még 9 programra kerül sor. Az iskola másként héten, április 18-án lép fel a Kolompos együttes, majd a Heavy Brass Tuba Guys, illetve Boldizsár Szabolcs is koncertezik. A legutolsó előadást május 24-én különleges helyszínen, a zsinagógában tartják. Brácsa duót hallhat a közönség, erre az előadásra a belépés ingyenes lesz majd. Ez lesz a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ évadának utolsó előadása. Ezzel köszöni meg az intézmény a közönség egész évi hűségét. A többi programra érvényesek az Ambrus Éva és a Bálint Ákos komoly zenei bérletek. Jegyek ára felnőtteknek 12 lej, szakmabelieknek, diákoknak, valamint nyugdíjasoknak és vidékieknek 10 lej. Újra felcsendül a zongora hangja a Gyergyószentmiklósi Retro Bistróban. Az első világháború utáni veszteségek, amelyek családokat és határokat egyaránt keményen érintettek, kétségbeesett hangulatot keltettek. Az emberek a szórakozó helyeken, bárokban próbáltak felejteni és élvezni a mát, hiszen állandóan a levegőben lógott egy újabb tragédia réme. A kávéházak, bárok a főváros legfrekventáltabb helyeivé váltak, ahol a művészek is szívesen összejöttek. Ebben a millióben teljesedett ki a magyar bárzene. Olyan képzett zenészek, mint Fényes Szabolcs, Eisenmann Mihály, Márkus Alfréd művelték ezt a műfajt, közülük nem egy az operett világában is jeleskedett. Soraikból is kiemelkedett Seres Rezső, akinek Karádi Katalin volt az első számú múzsája.
Az ő legismertebb slágerei is felcsendülnek az est folyamán, Nagy Zsuzsanna és Korpos Szabolcs tolmácsolásában. A Hamvadó Cigaretta végcímű előadó estet április 2-án 20 órától láthatja és hallhatja a közönség a Békényparti szórakozó helyen. Hétköznapokon, ünnepnapokon bármikor kiváló társ az Új Kelet, mely ezen a héten is sok-sok érdekességgel, hasznos és magazinos írással várja mindazokat, akik továbbra is a színes heti lapot választják, lapszemlén következik. Nagy csütörtökön és nagy pénteken gazdára találtak az Új Kelet bőséges húsvétkosarai. Idén is közel 900-an pályáztak, ennyi szelvény került a sorsoló urnába, és ezúttal a megszokottnál is többen, 18-an örülhettek az ajándékcsomagnak. A középlapon képben szóban számolnak be a nagyszabású nyereményjáték végkifejletéről, és megismerhetik a nyerteseket. Egy törvénytervezet értelmében 4 naposra csökkenthetik a munkahetet, derül ki a színes hetilap címoldaláról. Az Új Keletben beszámolnak a Gyergyószentmiklósi képviselőtestület legutóbbi üléséről is, amelyen újra jóváhagyták a telefonos szavazattal elfogadott határozattervezeteket. Sokak számára jó hír, hogy meghosszabbították az adózási határidőt, így többek között az ingatlan adót június végéig fizethetjük ki. Az erről szóló írásban minden fontos információt közölnek, ezt érdemes elolvasni, hiszen a módosítás nem minden adóra érvényes. A fogyasztóvédelmi felügyelők nemrég közleményben figyelmeztették a lakosságot, hogy ne siessenek a lakásukban felszereltetni az olyan fogyasztásmérőket, amelyek az illetékes szolgáltatók hivatalaiban leolvashatók, nem kell a helyszínen jegyzetelni. A Hölgyválasz oldalon a házasságok működéséről és a bébispenó termesztéséről is olvashatnak, a sportkedvelők pedig az első osztályú felnőtt jégkorongbajnokságról és a veterán atléták megmérettetéseiről találnak átfogó írást. A színes hetilap továbbra is számos apró hirdetéssel, horoszkóppal, részletes televíziós műsor melléklettel, időjárás előrejelzéssel és nyereménypályázatokkal várja olvasóit. Április 2-án és 3-án tartják az első hóbort napokat a Madarasi Hargitán. A rendezvényt hagyományteremtő céllal rendezik meg a síközpont üzemeltetői. Szombaton különleges síversenyt tartanak, amely során két versenyző egyszerre indul, párhuzamosan, hátrafelé síjelve, két kitűzött pályán. A jelentkezés feltétele a bundasapka, valamint a síszemüveg viselése. Nosztalgia síversenyt is rendeznek, a résztvevők lesiklanak a súgon, majd nem felvonóval, hanem gyalogmásznak vissza a tetőre. A síközpont üzemeltetői 3 darab szezonbérletet ásnak el a sípályákon, és aki megtalálja, ingyen síelhet a 2016-2017-es síszezonban. A szervezők tehát rendhagyó versenyekkel, vidám játékokkal, valamint értékes nyereményekkel várnak mindenkit a hétvégén a Madarasi Hargitára. Ezek voltak a Fénypont hírei március utolsó napján, a folytatásban a Hargita magazint láthatják nézőink. Köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!